Van. Köszönjük szépen. Isten, Isten. Szevasz, Móni, mi vagyunk? Hogy ne lenne időnk az adásban? Az a probléma, hogy olyan fantasztikus dolgokról beszélgettünk, szevasztok, hogy egyszerűen elszállt az agyunk. Ez csak így beesteteg ide. Igen. Arról beszélgettünk, ugyebár hát most így nagyon primitíven fogalmaz, hogy azok vagyunk, amit megeszünk. Tehát ha valaki reggel kanalat teszik, akkor ő kanál onnantól kezdve, persze vicceltem. Tehát, hogy ezt hogyan is kell érteni, hogyan lehet ezt lefordítani a hétköznapokra? Azok vagyunk, amit eszünk. Igen. Tehát mert például, állítólag hozzá kötődik. Szerintem egyébként a Gergő ebben a tudós. Gergőben inkább de... tudós. Na Gergő, akkor vajszint. Én nem állítom, hogy azok vagyunk, amit megeszünk, de azt állítom viszont, hogy aki figyel arra, hogy mit eszik és jót eszik, az jobban fogja érezni magát. Ez például micsoda, amit szervíroztatok neki? Itt végül is azt kérték, hogy a karobról beszéljünk egy kicsit, és csináltunk egy-két desszertet. Hozzátéve az, hogy desszertet ugye az nagyon tudatos táplálkozások, egyáltalán nem esznek, de viszont az, aki még próbál azért örömet is találni az evésben, és ugyanakkor már próbál odafigyelni arra, hogy ugye az energiabevitel, meg a vegyszerek, meg ilyesmit azért ne kerüljön be túl sok, annak ez például egy remek dolog lehet. Na jó, én mindent értek, de azért mi mégiscsak itt a világnak ezen a hosszúság és szélségi pontján egy egészen sajátos kultúrkörben élünk. Tehát itt azért a velős pacarról, meg a töltött káposztáról nehéz leállni. És mindig ugyebár a vegetáriánusok, illetve az egészséges életmódban élő... Ez jobb, mint a velős pacar? Azt szokták mondani, hogy nem igaz, a vegetáriánus konyhával is el lehet érni ugyanazokat az ízhatásokat, hogyha tetszik. Nyilván, aki mondjuk ismer az indiai konyhát, az tudja, hogy elképesztő dolgokra van lehetőség. Igen, a lényeg, ami a lényeg egyébként, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem körülbelül egy év volt, amíg megszoktam az ízeket, vagy egy-két hónap. Soha ne várd ugyanazt az ízt, amit egy rendes ételtől. Ha nem legyél tehát nyitott, ne az, hogy ugyanúgy van például káposzta, vagy székelykáposzta, vagy bióba, tehát az akkor nem igaz, de ne ugyanazt várd. Az nem igaz, hogy ezzel lehet tökéletesen helyettesíteni a kakaót? Hát, hogy érted? Lehet helyettesíteni, de ne ugyanazt. Tehát tényleg hát nem ugyanaz az íze lesz. Tehát, hogyha ezzel készítek el, ugyanúgy fog ízleni a gyermeknek. Hát nem, hát itt ugyanúgy fog ízleni. Most a kakaónak is van egy saját íze, meg a Szent János kenyérpornak is van egy saját íze. Ami nem, és ez mitől sokkal egészségesebb? Mert hogy attól, hogy ugye a kakaó tele van különböző izgató szerekkel, ugyanúgy, mint a kávé vagy a kakaó. Alig várom a kakaót. Az rendben van, viszont sokan azért ezt annyira nem szeretik, és nem is nagyon jót tesz a szervezetnek. Na viszont ez a lényeg, a Szent János kenyérpor az rendtentően egészséges. Tele van ásványokkal, vas, nátrium, kálcium, bomba. Sokkal könnyebben emészted meg, mint az, hogy szemmel láthatóan sokkal szívfidebb lettél, és rengeteget ledobtál az elmúlt időszakban. Ez annak köszönhető, hogy te ilyen táplálékot fogyasztod? Annak is. Hát azért ez egy összetett dolog, de három dologból tevődik össze, a másik kettőt most hagyjuk, arról nem beszélünk. Még arra vagyok a legkíváncsibb, de beszéljünk akkor a harmadikról. Masszázs és torna, tehát ez a kettő. Azért mondom, hogy ez egy másik része a dolognak. De az étrend az, ami nagyon fontos. Tehát nekem az étrendben egy maximális életmód és étrendváltozás történt, és ez nem arról szólt, hogy én lefogytam x kilót, és azt mondtam, hogy na, akkor mostantól kezdve ugyanúgy is eszem és zabálok. Cukor, fehér cukor. És az operatőr közben eszik. Tehát fehér cukor semmiféle úton módon, vagy barna cukor, vagy nád cukor, vagy méz, ami nagyon jó. Mondjuk én, amit a Gergő nem nagyon szeretem, és szoktam helyettesíteni porokkal, mindenféle édesítő porokkal, ami mondjuk ez itt kizárt. Szénhidrátok nagyon kevés, illetve én, amiről mondjuk nagyjából leálltam, egy nagyon pici húst vallom, hogy szükséges a szervezetnek, de nem nagy mennyiségben. Tehát én szeretném azt gondolni, hogy azért minden mögött egyfajta lelki motiváció van. Ez a te életedben most nem lélek bulvárkodni akarok ebbe a dologba, hanem a te életedben ez egy ilyen paszteles átmenet volt, tehát egy hosszú folyamat, vagy egy ilyen éles vágás, egy reggel fölkeltés azt. Ez egy éles vágással indult, tehát én azt mondtam, hogy akkor ma reggeltől kész, lezártam valamit, és innentől kezdve egy váltás. Tehát mire szervezetem megszokta. Mennyi időt vett ez igénybe, hogy megszokja a szervezet, és elfogadja azt, hogy te most másként táplálod? Egy év. És az nehéz egy év volt? Nehéz. Az elején igen, mondjuk nekem annyi szerencsém volt, hogy én nagyon hamar megszerettem ezeket az ízeket. De az, hogy a szervezetem átállja, már csak ezt kívánja, hogy édességre vágyodom, akkor csak ilyet eszem, eszembe nem jut egy csokoládét megenni, az egy év volt. De megérte. Köszönjük szépen. Szerintem még itt már ennyi volt a beszélgetés erre, de ha minden igaz, én úgy emlékszem, hogy még visszatérünk hozzátok, úgyhogy tevékenykedjetek, sörögjetek, forogjatok. Ezt azért kérdezem, hogy tudjátok, mint mondott Szent Ágoston, hogy nem lehet hátat fordítani az életnek 100%-osan, mert annál nagyobb lesz a kísértés, ugye? Tehát akkor itt, mit tudom én, akkor egy kis zöldség, meg egy kis finom pacát!